Sok szeretettel köszöntöm a kedves közönséget, és hát természetesen ipari folyamatot nem tudok itt az asztalon művelni, de megpróbálok csatlakozni valamilyen szinten az előadáshoz, remélem, hogy valamit sikerül hozzátenni. Igyekszem, mint rossz szokásomhoz híven úgy gondoltam, hogy nagyon sok mindent próbáltam bele gyömöszölni ebbe a rövid időbe, ami a kísérletekre számít, és nem csak a kísérletekre lenne szó, hanem egyúttal valamiféle gondolatmenetről, de azért igyekszem majd a képeket csak föltörgetni, hogy nehogy azt gondolja a társaság, hogy én most egy külön előadást szeretnék tartani. De a valóság az, hogy, de itt is elhangzott, hogy már réges-régen, tulajdonképpen amióta az ember létezik, vagy amióta élővilág létezik, azóta egyszerre a táplálkozással egyszerre történik a szennyezés, és azt lehet mondani, hogy erről még Petőfi is megemlékezett. Talán mindenki emlékszik a kötelező olvasmányok között, hiszen a környezet vagy a vízszennyezés már akkor is megvolt. Tessék visszagondolni, hogy egy kőhajtásra folyt tőle a patak, bámuló szemei oda tapadtanak, mindenki emlékszik rá, de nem ám a patak csillámló habjára, hanem a patakban egy szőke kislányra. Ez így romantikusan tűnik, és semmi gyanú nincs arra, hogy itt valami rossz történne. A kislánynak térdig föl van hajtva a szoknyája. Itt azért egy kis időrendi játékot is próbáltam hozni. Tessék meggondolni, hogy valahol az 50-es években készült diafilm, és aztán a rajzfilm között óriási különbség van, egy picit föllazult a közben a társadalom. De a lényeg az, hogy mivel, hogy ruhát mos a kis patakban. És hát senki nem botránkozott meg, és senki nem gondolta, hogy akkor környezetszennyezés történik, úgyhogy meg lehet nyugodtan kérdezni, hogy miközben vannak helyek, ahol változatlanul megvan, aztán divatból a Dunában most is szoktak időnként évente egyszer mosni az asszonyok, vajon szennyezik-e a vizet? És azt lehet mondani, hogy persze azt gondolnánk, hogy szennyezik a vizet. De az a kérdés, hogy mivel mosnak. És hogyha végig tetszenek gondolni, akkor a klasszikus régi megoldások azok voltak, hogy vagy falmaumú, vagy sót gyűjtöttek a szikes talajon, aki már módos volt, az esetleg szódát tudott vásárolni, vagy akinek esetleg annyira módos volt, hogy valahol a vegyesboltba sikerült lukkőt vásárolni, az már szappant is főzhetett. Teljesen mindegy, hogy melyikről van szó, mindegyik természetes eredetű, alapvetően a szappan is pedig azt jelenti, hogy zsírsavakat tartalmaz, tehát aki szappannal mosott, az olyan anyagot juttatott a vízbe, amit a baktériumok a táplálékláncban föl tudtak használni. Tehát kétségtelen, hogy rövid úton szennyezték a vizet, de hosszú távon megvolt az öntisztulás lehetősége. Hát ezt a fahamut azért elhoztam, ha nem haragszunk, vagy nem haragszotok, vagy haragszanak. Gyorsan megpróbálom pillanatok alatt csinálni. Kevéske forró vizet öntöttem a fahamura. Azt mondják, hogy az akácfa hamuja a legjobb mosószer. Természetesen nem habuba mostak az asszonyok, hanem a hamut kiáztatták, kilugozták, és utána megfelelő vászonon megszűrték, és a keletkezett szűrletet használhatták föl arra, hogy mosni lehessen. A szűrlet az természetesen egész normális, hiszen hogyha egy jó szűrő, akkor minden lebegő szennyezést kiszűr, és a lecsöpögő víz az természetesen az már szinte teljesen tiszta, és tartalmazza azokat az alkáli karbonátokat, amiket bejuttathatunk. Most ez egy picit lassan csinálja, gyorsabbra számítottam. Azt mindenképpen megcsináljuk, hogy mintát veszek belőle, hiszen a mintára azért lenne szükség, valamibe veszünk mintát, azért lenne a mintára szükség, hogy először a kémhatást gyorsan megvizsgáljuk, aztán majd utána dolgozunk még tovább bele egy picit. Tehát a fahamú és indikátor, és az indikátorra meg tudjuk nézni pillanatokon belet, hogy ezért ez egy erősen lúgos kémhatású oldat, tehát egészen biztos, hogy karbonátok, mondjuk nátriumkarbonát vagy káliumkarbonát van benne. Hát azt gondoltam, hogy még azt is megpróbáljuk megnézni rögtön, de összehasonlításképpen már is megnézzük, hogy a szóda milyen kémhatást okoz. Szóda, ami köztudottan nátriumkarbonát, és a nátriumkarbonát az egyébként semleges kémhatású vízben nagyjából össze lehet hasonlítani, hogy szemre nézve ugyanaz lehet, tehát valóban alkáli karbonátok lehetnek. Na most akkor talán lecsöpögött már annyi víz, amiből a lángfestést is megtehetjük. A lángfestés gyorsan itt a sarkon megpróbáljuk elvégezni. A cink már benne van, sósavat öntök rá,
hidrogén fog fejlődni, és abba beleöntünk egy kevés két ebből az oldatból, ez pedig megszüntetjük gyorsan. Tehát itt van az oldatunk, ott hidrogén fejlődik, és csak abba tudom bízni, hogy annyi fejlődik. És amint látható, tényleg nem nátriumkarbonát, mert az sokkal erősebben festeni a lángot narancssárgán. A kálium ilyen körülmények között nem nagyon látható, de azt szokták mondani, hogy hamuzsír tartalmaz, a pedig a káliumkarbonát lenne. Tehát a lángfestésben ki lehet mutatni, hogy nátrium nem sok van benne, valóban káliumkarbonát tartalom lehet az öme. Mehetünk tovább, és azt lehetne mondani, hogy akkor, hogyha ezek természetes eredetű dolgok, akkor rövid távon lehet, hogy szennyezésnek nevezhetjük, de hosszú távon egészen biztos, hogy valami izgalmas dolog történik, mert megmarad az öntisztulás lehetősége, és ez az öntisztulás az, amire most is vigyelni kéne, amire most is vigyázni kéne. Pontosan az a baj, hát az előző előadásban lehetett látni, ha olyan mértékig elszennyezzük a vizet, mint amilyen az ipari vizek voltak is, amire ezeket a különböző konténer típusú, konténeres tisztátű disztisztító rendezéseket föltalálták, akkor gyakorlatilag óriási költség megtisztítani. Véleményem szerint sokkal célszerűbb lenne az ilyen szennyezett vizekből valamilyen módon nem ízúvizet gyártani, hanem ipari vízként körbeforgatni. De inkább menjünk tovább, és az a lényeg, hogy a tisztításhoz láttuk ezeket a membrános eljárásokat. Hát én a membrános eljárást megpróbálom itt modellezni tulajdonképpen. Többen ülnek itt a hallgatóim közül, akik tudják igazolni, hogy ez a tojás, ez körülbelül 3 vagy 4 hete tojás. Ami azt akarja mondani, hogy ha egy meszes héjától megszüntetett, megfosztott tojást beteszünk vízbe, akkor előbb-utóbb, bent mivel makromolekulás oldat van, egészen biztos, hogy a félig átterjesztő hártyán elkezd vízbe áramlani, és esély sincs arra, hogy itt koncentráció kiegyenlítődés lejátszódjon, hiszen a fehérjék nem tudnak kijutni. Ennek az a következménye, hogy a koncentráció különbség, mint hajtóerő részecskéket, vízmolekulákat küld a membránon belülre, ami természetesen ennek térfogata van, növekedni akar bent a térfogat, ami a felület növekedését próbálja magával hozni, és a felület növekedése pedig ahhoz vezet, hogy a tojás alapvetően a tyúktojás méretről akár hibatojás nagyságra tud gagadni. Ezt a jelenséget az ozmózisnak nevezzük, és mehetünk tovább, hogy vajon kidurran-e a tojás? Hát azért mondtam el azonnal, hogy 3-4 hete áll, mert kiderül, hogy nem durran ki. Vajon mi lehet az oka annak, hogy nem durran ki? Hát alapvetően az az oka, hogy ez a membrán rugalmas membrán, és hogyha ez egy rugalmas membrán, akkor igyekszik összehúzódni, és az összehúzódás gyakorlatilag elkezdi kifelé préselni a vizet, azaz a lombik, vagy a főzőpoháron belül a membrános tojással az ozmózist és egy idő után a fordított ozmózist egyszerre lehet modellezni, játszani, és mivel a két folyamat előbb-utóbb egyensúlyba áll, a tojás mérete megmarad, és nem durran szét, tehát gyakorlatilag azt akarja mondani, hogy egy hajtóerő egy másik hajtóerőt kelt, ami visszafelé kezdi játszatni a folyamatot, hogy a víz kifele préselődjön, és ennek megfelelően lejátszódik az egyensúly. Inkább ugornánk, ezt láttuk a membrán eljárásokon, tehát átugorhatom, nem akarok vele különösebben foglalkozni, de mindenképpen jön a gondolat, hogy tessék meggondolni. Ma már nem divat, bár nem is biztos, hogy nem divat. Hiszen amióta a trisót kizárták a mosószerekből, pillanat, trisó, amióta a trisót kizárták a mosószerek közül, és csak legfeljebb titokban szoktak belerakni a mosószerekbe, nem tudom, hogy raknak-e vagy nem, de a lényeg, hogy az eutrofizációt okozó foszfátok kizárásával visszatértek az egyiptomi nők mosószeréhez, a szódához, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a mosószóda kezd divatba jönni, ma is lehet kapni mosószódát. De mellette ott van a legkülönbözőbb modern mosószer, és ezek a modern mosószerek egy része egészen biztos, hogy modern gyártmányú felületek aktív anyag, azaz valamiféle szulfonsav származékok, és ezek természetidegenek.
Nem tudok olyan felmérést, ami igyekezne arra foglalkozni, hogy az a rengeteg mosogatószer, vagy az a rengeteg mosószer, az a rengeteg felületek aktív anyag, ami a természetes vizekbe, és azon keresztül a nagyobb vizekbe, tengerekbe, óceánokba jut, hogy ezeknek mi a sorsa. Hogy vajon az élőlények ezeket leépítik a membránba, vagy nem, történik-e valami, vagy nem, de nem szeretnék erről filozofálni, mert lépnünk kell tovább. A lényeg viszont az, hogy új mosószerek vannak, és az új mosószerek között van egy olyan, ami egész barátságos. Nem tudom, hogy mennyire tetszenek ismerni, vagy mennyire ismerik a hölgyek, mennyire szeretnek otthon mosni, de létezik a nátrium perkarbonát nevezetű vegyület. A nátrium perkarbonát pedig azért érdekes, mert a szódának és a hidrogén peroxidnak egy izgalmas adduktja. A képletét úgy lehetne felírni, hogy 3 nátrium karbonát szor 2 hidrogén peroxid. És ez azt akarja mondani, hogy hidrogén peroxid szilárd formában, szilárd változatban. Megpróbáljuk ezt szép lassan kimutatni. Először is a kém hatását. Azt mondja, hogy ott a következő lúgosnak ítélt lombik. Hoppá, ügyetlen voltam, bocsánat, hosszú a mutató. Tehát a perkarbonát lúgos kém hatású, és ezeknek a lúgossága nagyjából ugyanaz. És akkor most a perkarbonátból tettem a kémcsőbe már korábban, hogy ne kelljen itt sokat hadonászni, és a perkarbonáthoz kevéske vizet teszünk, és ki kéne mutatni, hogy ebbe valóban van hidrogénperoxid. Hát én azt mondtam, hogy a káliumpermanganát tökéletesen megfelelő lehetőség erre. Káliumpermanganát adtunk hozzá, és a káliumpermanganát abban a pillanatban elszíneződik, mivel nem savas a közeg, itt mangándioxid képződik, és talán az is jól látszik, hogy gáz fejlődik, tehát valóban a hidrogénperoxidból oxigén fejlődik, ezt nevezik aktív oxigénnek, ami a legkülönbözőbb hatásokat tudja kifejteni. Az egyik lehetőség az, hogy fertőtlenít természetesen, a másik lehetőség az, hogy jó szintelenítő hatás bizonyos anyagok esetében. Hát én gyümölcslevet hoztam, és ennek a gyümölcslének az elszintelenedését próbáljuk megvizsgálni. Teszek hozzá egy kevéske perkarbonátot. Mivel egy picit savas a gyümölcslé, azért valamiféle karbonátból valami gázfejlődés már beindult, egyelőre nem látszik semmi nagyon nagy elszintelenedés, de hát azért mosni sem szobahőmérs vagy hideg vízben szoktunk, hanem meleg vízben. Ugye egy picit megmelegítem, és megnézzük, hogy a melegítés hatására vajon sikerül-e valamelyest szinteleníteni az oldatot. Tessék szeresnél visszaemlékezni, hogy a különböző mosószeres reklámok azok általában azt szokták hozni, hogy a gyümölcsfoltok és a fűzöldjét kell kiirtani a ruhából, a fehérből, és azt jelenti, hogy hogyha sikerül, akkor az egy jó mosószer. Hát itt a melegítés hatására beindul a perkarbonát bomlása, oxigén fejlődik, és az oxigén egészen biztos, hogy támadja azokat a kromofór anyagokat, amik az különböző gyümölcsök színét okozzák, és hát ezt most nem tudom megmondani, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy itt ez elszintelenedjen, de talán visszateszem a kémcsőbe, és majd meg lehet figyelni, hogy vajon a fejlődő oxigén valóban kifejti-e az elszintelenítő hatást. Nem akarom vele húzni az időt, ez itt szépen lassan dolgozik magának, és lehet nézni. Mehetünk tovább. Tehát a modern mosószerek között azért van olyan, ami ettől függetlenül, hogy modernnek nevezzük, de természettől nem idegen, és nem okoz olyan gondot, mint a mesterséges túlfonsabb származékok. Mehetünk tovább. És ennek az a következménye viszont, hogy gátlástalanul szennyezzük a vizet a legkülönbözőbb módszerrel, tehát mindenki tudja, és igazából ez a gátlástalanság talán egyrészt annak köszönhető, mert biztosak vagyunk benne, hogy úgy is megtisztul, vagy ösztönösen tudjuk, vagy tudatosan tudjuk, vagy egyszerűen nem tapasztaltunk még mást, és nem is foglalkozunk vele. És van egy másik nagyon fontos tényező, ami egészen biztos, hogy a háttérben ott van a gondolatunkban, a tudatunkban, hogy sok van belőle, hát most kicsi szennyeződik, de az összes többi tiszta maradt, kész. Nem kell vele sokat foglalkozni. Hát ez azt jelenti, hogy nem csak sok van belőle, hanem időnként túlzottan sok van belőle. Megint nem húznám az időt azzal, hogy a klímaváltozás milyen különböző változásokat hoz.
És egészen biztos, hogy különböző olyan jelenségek jelennek meg, amik rendkívül szokatlanok, tehát ott is előfordul víz, ahol korábban nem is gondoltuk. Sajnos nincs idő arra, hogy kielemezzük, hogy egy ilyen lencsefelhő alakzat, sorozat hogyan alakul ki, de azért nagyjából mindenki sejtheti, hogy egy-egy felhő megjelenésekor a kondenzációs hő, vagy a kialakuló hő, vagy látens hőnek nevezett, a meteorológus által látens hőnek nevezett hő, mégiscsak fölszabadul, az had egy kicsit migrációs lehetőséget a vízmolekuláknak, és szép lassan újabb hidegfázisba kerül, újabb felhő képződik, de inkább ugorjunk, mert az az izgalmas, hogy tessék meggondolni, aki repül, az, és egy picit is érdeklődik a környezete iránt, az láthatja, megfigyelheti, hogy a látható felhők mellett egy picit opálos a légkör, nagy a fényszórás, és ennek alapvetően az lehet a következménye, hogy ott is van víz, ahol nem látunk semmit, csak sejtjük, hogy valami, ami nem felhőképződés, és beláthatatlan az a megbecsülhetetlen az a vízmennyiség, ami ilyen icipici részecskék formájában van jelen. Most azt azért mindenki sejti, hogy ebben a magasságban elég hideg van, mondjuk mínusz 50 fok környéke, tehát itt se folyós víz nem lehet. Tehát, hogyha itt most az egész játékot akarom majd folytatni, rögtön jön kísérlet, akkor lehet látni, hogy nem a vízcseppek uralkodnak, hanem mikrokristályok egészen biztos a felső légkörnek ebben a rétegében, és nagy valószínűséggel ezek okozzák azokat a fényszórási jelenségeket, amelyek napjainkban különböző optikai jelenségeket is tudnak okozni bizonyos helyeken, vagy hazánkban is azt lehet érezni, hogy rendkívül fényesen, sőt nagy a szórfény mennyisége. A lényeg viszont az, hogy abból a rengeteg vízből kevés az, ami körforog. Hát itt van a körforgás. Az óceáni kőzetlemez fölött ott van az óceán, a légkör, amiben kellő mennyiségű páratartalom már bepárolgott, természetesen nem víz, és a hideg csapda megfogja a felhőt képez, és a klombikon belül le tudjuk játszani a víz körforgását. Hát most kicsit régen sokáig növekedett, nagyon oda tapadt, és nem tudom, hogy nem azt szeretném lögdösni nagyon. Tehát gyakorlatilag hamarabb kellett volna megszabadítani a jégfelhő, a jégeső esik, és most már valódi körforgás alakul ki a lombikba. Na most az izgalmas az, most az első pillanatokban még egyen-ketten láthatják, hogy a hideg csapda környékében, alacsony hőmérsékletű levegő, az gyakorlatilag lefelé kezd áramlani. És a lefelé áramlás meggátolja, hogy bizonyos molekulák följuthassanak egészen a hideg csapdáig, ezért bent a lombik közepén egy rövid ideig eső esik, aztán közben a hideg csapdán pedig felhőképződés látszik, és gyakorlatilag lehet látni a kristályok növekedését. Ez az egyik kísérlet, amit szerettem volna, és jöjjön a másik, hát nem tudom megmondani, hogy jár jobban a kedves közönség, hogy látja jobban, ugyanis ha fentről öntöm, akkor nem olyan szép, ha lentre öntöm, akkor meg félek, hogy nem sokat látnak, de a felhőképződést mindenképpen fogják látni szerintem, úgyhogy maradunk a lentnél. Cseppfolyós nitrogén. A cseppfolyós nitrogén beleöntjük ebbe a hőszigetelő edénybe, és igyekeztem minél melegebb vizet gyártani a lehetőséghez. Erre már nincs szükség. És ezt a forró vizet szép óvatosan beleöntjük, és megnézzük, hogy mi történik, és tökéletesen lehetett látni, hogy itt aztán valódi felhőképződés játszódott le, és ez a valódi felhőképződés, ez vízcseppek, hiszen azért a hőmérséklet különbség elég nagy volt ahhoz, hogy itt még nem tudott megfagyni. Hát aztán, hogy amik most jönnek ki, amik élvezik még azt, hogy kellően hideg van, hogy ezekben van-e apró icipici jégkristály vagy nincs, ezt majd valaki, aki úgy gondolja, hogy kutatási alapnak megfelel, meg fogja egyszer vizsgálni, de a lényeg viszont az, hogy itt még nagyon sokáig játszódik a folyamat. Az is látható volt, hogy robbanásszerűen történt ez az egész játék, tehát igen nagy a hőmérséklet különbség hatására bekövetkező jelenség. Mehetünk tovább. És akkor ott tartunk, hogy a körforgás az valóban működik, és hál' Istennek a körforgásnak, hát ezt a jelenséget az előadó nem érintette. Nem tudom, hogy mennyire ismerik. Többé-kevésbé például Jemenben, de általában a vízszegény országokban megjelent a vízszüretelés,
ami azt jelenti, hogy a hajnali vagy éppen a nappali vízpárát próbálják, hát úgy, mint ahogy a pókhálón megjelenik, itt fém szita szövet jelenik, szita szövetet feszítenek ki, erre csapódik ki a víz, és azt gyűjtik, és gyakorlatilag azokon a területeken, ahol nem fogyasztható a víz, ez a víz egészséges víznek számít, hiszen szinte desztillált víz. Ez a szinte desztillált víz, ez persze hozza a víznek a különböző környező gázokkal történő kölcsönhatási lehetőségét. Hát én hoztam desztillált vizet, és akkor megnézzük, hogy ez a szinte desztillált víz, ja, már beleöntöttem, ez a szinte desztillált víz mennyire desztillált víz? És hogyha pH-t tetszenek nézni, akkor látszik, hogy a csapvízhez képest egészen más típusú a színe. Pedig desztillált víz. Tehát aki laboratóriumban dolgozik, az azért elég tájékozott ahhoz, hogy tudja, hogy a széndioxid beoldódik a laboratóri körülmények között is a desztillált vízbe, és gyakorlatilag azt kell mondani, hogy az eső esése során is valamilyen szinten mégiscsak savas eső esik, csak hát nem kénsavas eső, vagy kénes savas eső, inkább kénsavas, hanem szénsavas eső, abból is kevés, tehát nem ilyen töménységben az egészen biztos. De ugorjunk. Tehát nagyon fontos, hogy a víz körforgása valóban az egyik tisztító tényező, és hát ezt láttuk élőben, a felhőképződés, a jégfelhő, és aztán, hogyha lepottyan, akkor a körforgás megvan a lombikban, és gyakorlatilag a másik megtisztulási lehetőség az pedig teljesen a bioszféra táplálékláncán keresztül, az különböző baktériumok, gombák, stb. Mikroorganizmusnak a segítsége, aki táplálékláncon keresztül föl tudják dolgozni, az egyébként emészthető anyagokat. Na most az, hogy a víznek milyen szerepe van az emberiség történetében, hosszú lenne, csak néhány kép gyorsan, picit történeti jellegű, egészen onnantól kezdve, hogy szállításon keresztül a különböző gépek egészen a villamos erőművek turbinájáig mindenütt ott van a víz alkalmazása. Sőt, van, amikor kénytelenek vagyunk tüzet oltani vele. Élettér, nagyon nagy szükség van rá mindenütt. Ez nekem annyira tetszett ez a kép, hogy nem tudtam megválni akármennyire újabb dia. Mert azt gondoltam, hogy a látni azt az arcot, hogy ennyi vizet magára locsolhat valaki ilyen körülmények között, mekkora öröm. És azt lehet tudni, hogy élettér, amire ritkán gondolunk, ugorhatunk, és fontos, hogy megmarad-e élettérnek. Nem erről szól sajnos, hanem arról szól, hogy hányféle, a tulajdonsági alapján hányféle telepet. Nem hoztam az összes szerepet, de világos, hogy valamilyen közeg lehet. Az egyszerűbb esetben szállító közeg, oldószer lehet, reakciópartner lehet, melléktermék lehet. Tehát mind-mind ott van az lehetőségek közül, és remélem, hogy nem hagytam itt ki semmi olyan reakciót, amit éppen itt kellene. Egy fontos dolgot talán mégis, nagyon izgalmas dolog az, hogy olyan anyag is tartalmazhat vizet, amiről nem látszik, hogy vizet tartalmaz. Hát ezt hívjuk mi kristályvíznek, vegyészek, aki ért hozzá, azt tudja, miről beszélek. És azt mondanám, hogy a bárium hidroxid 8 kristályvizes formáját hozzászórom az ammóniumkloridhoz, és tisztességes körülmények között mindenki azt mondhatná, hogy hát egy kicsit bugyuta a dolog, mert szilárd fázisú anyagok között, szilárd halmazállapotú anyagok között miért várnánk reakciót, hiszen a rácsban rögzítve vannak a részecskék, reakció nem várható. Hát tessék meggondolni, hogy azért ez nem pont így van, mert speciális az anyag. Az anyag specialitását azt jelenti, hogy olyan részecskék vannak benne, amik szilárd halmaz állapot esetében is tudnak egymással reagálni. Mindenki látja, hogy ez kezd nedvesedett porhalmazzá válni, és ha egy picit erőszakosabb vagyok, akkor cseppfolyós halmaz állapotot vesz föl. Azaz a hidroxidionokat, az ammóniumionok protonálják, tönkre megy a bárium hidroxid, mint vegyület, elengedi a kristályvizet, és megjelenik a víz folyékony halmazállapotban, ami korábban szilárd halmazállapot volt. Biztos, hogy többen látták már a kísérletet, elnézést, és ha unalmas is, de mondanám, hogy egy bibliai jelenet, amikor vizet tudtunk facsarni a kőből. Ugorhatunk, és azt lehet mondani, hogy
A víz igazából az életvize, és ha végig tetszenek gondolni, évszázadokon keresztül keresték az életvizét, és nem derült ki, hogy maga a víz az életvize, de fejtsük meg, hogy mi lehet ennek az oka. Hát ezt ilyen egyszerű módszerrel próbálom csinálni a matyoskával, hogy most alulról fölfelé próbálunk építkezni. Nézzük először az atomi szintet. Atomi szinten mindenki látja, hogy az oxigén a második legnagyobb elektronegativitású elem. Nem ragozom tovább, nem szervetlen kémia óra, de mindenképpen fontos, hogy ennek az a következménye, hogy poláris kötéseket alkotni. Ugorhatunk. Nagyon szeretjük tanítani a tankönyvek, mindenütt ott van, hogy torzul, tetraéder, 104 fok, stb. Nem akarok sok hosszan kitérni rá, de tessék szóval végig gondolni, hogy majd amikor ezek a vízmolekulák tetraéderes szerkezet, sajnálom, nem én írtam. Köszönöm. Nem is figyeltem. Igazad van, tökéletes. Igen, sajnálom, internetről szedtem le. A kötés hosszak miatt, meg ilyenek miatt nem is néztem a töltéseket. Teljesen jogos. Hát lesz majd még egy ugyanilyen hasonló dolog, amikor konkrétan észrevettem a hibát, itt nem figyeltem oda. Bocsánat. Tehát a lényeg, amit akarok vele mondani, hogy amikor vízmolekulák hidrogén hidas szerkezetet, rendszert fognak alkotni, azért nem biztos, hogy a 104 fokos szög marad meg, mert akkor egy tökéletesen szimmetrikus lehetőség van. Azaz nagy kérdés, hogy mekkora értelme van megtanítani annyira ragaszkodni a 104 fokhoz. De a lényeg viszont az, hogy nem, az különböző sok oldalsával bizonyítottam, hogy ez egy poláris oldószer, ugorhatunk inkább. Az oxigén elektron szerkezetét mindenki ismeri, aminek az a következménye, hogy a két kötő lehetőségen kívül két nem kötő elektronpárja is van, és ez óriási fontosságú. Mert a nem kötő elektronpárok ugyanúgy fontosak lesznek, mint a poláris kötések, és mindegyiknek lesz valami izgalmas mondani valója. De a hidrogén, ha elveszíti az oxigén által elvonzott elektronokat, akkor gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy ion lesz belőle, de gátlástalanná tud válni, és a hidrogénion gátlástalanságát az, hogy nincs elektronburka, és bárhova be tud férkőzni, azt a töménykénsav és a hangyasav reakciójával próbáljuk érzékeltetni. A matyoskákat elköltöztetjük innen. Tehát hangyasav, kénsav, és itt is arról van szó, hogy persze kötött volt az a proton egy darabig, amíg volt hova kötődni. De abban a pillanatban, hogy van egy másik molekula, ahova át lehet menni, abban a pillanatban a proton gátlástalanul át tud menni, mert a másik molekula nem taszítja, és gyakorlatilag lehet látni, hogy pillanatokon belül szobahőmérsékleten szénmonoxid fejlődik, tehát igazából ez a reakció nem igényel aktiválási energiát, azért, mert a proton átmenet nagyon kedvező. Mehetünk tovább. Tehát így akkor most a két alkotót úgy nagyjából megpróbáltuk megszemélyesíteni, és a tulajdonságokból összerakhatjuk, hogy vajon a tulajdonságokból milyen reakciótípusokra képes. És úgy nagyjából mindenki sejti, hogy azzal, hogy nem kötő elektronpár, meg poláris, biztos, hogy a sabbális reakciók mennek. A nem kötő elektronpár a komplex képződéshez is jó, és nem szabad kifelejteni a redoxi reakciót, tessék arra gondolni, hogy a növények vízből szabadítják fel az oxigént a fotoszintézis során. Hát megyünk szépen lassan, és akkor azt lehet mondani, hogy sav. Viselkedjen savként a víz, hát az egyik ilyen nagyon aranyos reakció a savként való viselkedésre, és akkor most már a molekuláknál tartunk természetesen, tehát az atomokból molekulák, a molekulák tulajdonságaiból próbálunk játszadozni. Kálcium, hidrid és vízreakciója következik, amit tudom, hogy reklamálhat azonnal a társaság, hogy ez egy redoxi reakció. Persze, hogy az, de az első fázis az mégiscsak az, hogy a víz protonálja a hidridionokat, és majd csak utána keletkezik elemi hidrogén. Na most, ezek ugyanazt mutatják tulajdonképpen, hogy a víz protonálta az anionokat, és ennek megfelelően savként viselkedett. Ez marad a semleges. Leterepelt, nem kell, nem kell.
akkor mehetünk tovább. Jön a következő. Az elektron pár donorként tud megszerepelni, és az egyik lehetőség, hogy protonnal szemben, ez pedig azt jelenti, hogy bázis. És akkor át kell, hogy vegyen, és ehhez jön akkor az ammóniumklorid. Ammóniumklorid. Az ammóniumionok át tudják adni a protonjaikat, a víz átveszi, oxóniumion keletkezik, és a koncentrációt a szín bemutatja, és tulajdonképpen nagy valószínűséggel ez az egyszerű reakció lehet a háttere annak a folyamatnak, ami akkor következik be, amikor cinkport és ammónium sókat egyetlen egy csepp vízzel tudunk beindítani reakcióba. Cinkpor. Egy pillanat. Vízveszély. Nem kéne, hogy hamarabb induljon be a reakció. Tehát cinkpor. Ammónium nitrát és egy kevéske ammónium klorid. Összekeverjük. És az ammónium sók vizes közegében keletkező oxóniumionok úgy gondolom megtisztítják a cink felületét ahhoz, hogy reaktívabbá válik, és onnantól kezdve, hogy hogy lesz belőle redoxi reakció. Így. Nem vártam meg, pedig eltörölgettem, tehát nem volt semmi gond vele, mégsem vártam meg a lehetőségeket, de azért a kísérlet tökéletesen sikerült. Egy pillanat azért, hogy ne legyenek különösebb asztal gondok, a víz segít. Tökéletesen el volt porítva sajnos mind a két só, és ez valószínű azt jelenti, hogy már a levegő páratartalma is hajlandó volt beindítani, pedig már éppen akartam tenni. Na, lényeg az, hogy a reakció sikerült, tehát lehetett látni, hogy itt valóban veszélyes dolog, mert attól a pillanattól kezdve, hogy bázisként viselkedik, protonátvételre képes. Ugorhatunk tovább, és akkor jön az, hogy nem csak hidrogénnel szemben tud elektronpár donor lenni, hanem különböző fémionokkal is, és itt jön akkor a savbázis elméleteknek a másik variációja, hiszen az amerikai származású, vagy az amerikai fizikokémikus Lewis javasolta, hogy a komplex képződési reakciókat meg tudjuk közelíteni savbázis reakcióként is úgy, nem a proton, hanem a fémion lesz hajlandó majd aktertorként viselkedni, és ugyanúgy elektronpár donorok jelennek meg. Hát nézzünk ilyen komplex képződési eljárást. Kobalt klorid alkoholos oldatát tartalmazza a mérőhenger, és óvatosan megpróbálok hozzá adagolni vizet. Mivel a víz sűrűsége az alkoholétól nagyobb, ezért ennek való alul kéne elhelyezkedni, és hogyha ezt örvénymentesen tudnám bejuttatni, akkor minél kevésbé fog keveredni, és ha minél kevésbé keveredik, akkor előbb-utóbb lehet látni, hogy a víz lecseréli a ligandumokat, a kloridionok helyett akvokomplex képződik, és kezd megjelenni az akvokomplex színe. Még egy picit teszek, és aztán abba hagyom. Tökéletes. Na most az a baj, hogy még van benne víz, inkább így hagyom. Tökéletesen látszik, hogy az alsó részben megjelent a kobalt akvokomplexe, fölül pedig maradt a klorokomplex, és gyakorlatilag akkor a víz komplex képző hajlamát, komplex képző lehetőségét bemutatja. Legalább ennyire izgalmas az, hogy a különböző alumínium sók kémhatása savas. Alumínium szulfát volt, a következőbe teszünk alumínium kloridot, és talán mindegyik esetben sikerül bemutatni, hogy itt a savas kémhatás jelenik meg, ami összefügg a komplex képzőhajlammal és a Brønsted-féle savassággal, bázikussággal, és hogy ez teljesen hiteles legyen, még azt is megpróbálom érzékeltetni, hogy a részszulfáthoz csöpögtetek egy kevéske indikátort, és talán azt is érzékeljük, hogy a démező
fémely esetében ez általános tulajdonság lehet. A kék az elég drasztikus szín ahhoz, hogy talán elrontja a megjelenő, mondjuk narancssárgás szín, és akkor a kék eltűnik, és valami keverékszín jelenik meg, igazolva azt, hogy itt is megjelenik a savas kémhatás. Tehát még egyszer visszamenve egy pillanatra az alumíniumra. Az alumínium esetében azok a vizek, amik datív kötéssel kötődnek az alumíniumhoz, azok elektronpárt veszítettek, és ennek az a következménye, hogy ő egy Lewis-féle sav, Lewis-féle bázissal komplex alkotás következett be, de a komplex ionban a vízmolekulák polaritása, a OH kötések polaritása nagyobb lesz, mint a szabad vízmolekulákban, ezért gyakorlatilag ez a komplex savvá válik, Brønsted savvá válik, és protonleadásra képes a környező vízmolekulákkal szemben, tehát megjelenik a kettős játék, hogy komplex és savbázis reakció együtt gorhatunk, és akkor eljutottunk a halmazszinthez, és a halmazszintben az az izgalmas, hogy most már a molekulák közötti intermolekuláris kölcsönhatást is figyelembe kell venni, amiben egyszer jelenik meg a poláris kötés, és egyszer jelenik meg a nem kötő elektronpár lehetősége. Mindenki tudja, hogy a hidrogénkötésre gondolunk, és a hidrogénkötésnek csak a következményeit szeretném képeken bemutatni. Azt azért nagyjából mindenki sejti, vagy tudja, hogy a proton oszcillál a két atom között, a két oxigén atom között, ezért ez egy dinamikus jellegű kölcsönhatás, és állandóan változik a polaritás. Hogyha hidrogénkötés rendszer alakul ki, akkor abban a pillanatban az egy hálózatot jelent, és tessék meggondolni, hogy itt világos a jégben. De amikor gőz fejlődik, akkor látható, hogy itt valamiféle fürtecskék távoznak mondjuk a teafőzőből, és aztán, hogy majd lesz-e belőle molekula, vagy nem, vagy még mindig kisebb fürtecskékre ragadnak, az már egy külön érdekes kutatási lehetőség lenne. Egy a lényeg, hogy összetartoznak, ragaszkodnak egymáshoz, és ilyen gyönyörű rajzolatokat tudnak létrehozni. Aztán még szebb rajzolatok, amikor arra gondolunk, hogy ez itt most éppen sportolási lehetőség, és kevésbé kellemes gondolat, amikor arról szól, hogy mindenféle viharok, vagy akár cunami jelenik meg. Hát ez már egy összeollózott kép, amitől nem kell félni, még nem tartunk itt. De azt mondják a szakértők, hogy elképzelhető, hogy a földtörténetének volt olyan kora, ahol ilyen 200 méter magasságú hullámok is tönkretehettek szigeteket. A lényeg viszont az, hogy nem beszéltünk még egy fontos területről, nem beszéltünk a redoxi folyamatokról, nem beszéltünk arról, hogy a vízmolekulákat redoxi reakcióba is lehet vinni. Ha normális körülményeket tetszenek nézni, akkor azt láthatjuk, hogy a vízmolekulában minden kötésben elektronpárok vannak, tehát az összes lehetőség foglalt, és a kvantáltságnak az a lényege, hogy a nem kötők vagy a lazítópályák is messze vannak, tehát valamekkora energiaszint különbség van a betöltött és a betöltetlen pályák között. Márpedig ahhoz, hogy elektront adjunk rá a vízmolekulára, az alsó szintekre, a kedvező energiaszintekre lehetetlen, mert azok kétszeresen be vannak töltve a Pauliák szerint. Tehát vízmolekulára elektront rákényszeríteni, mondjuk rá kell kényszeríteni, mert magas energiaszintre kell helyezni, magas energiaszintre kell vinni az elektronokat. Ennek következménye van. Gyakorlatilag azt, hogyha le akarunk szedni egy elektron, tehát az oxidációs folyamatot nézzük, világos, hogy az is energiaigényes, hiszen az ionizációhoz hasonlóan energiát kell befektetni az elektron leszakításához, de a lazító pályára való elektron feljuttatás szintén energiát igényel. Ez a magyarázata annak, hogy normális körülmények között a vízbontás nem olyan egyszerű, gyakorlatilag bontási a két elektródot addig kell a potenciáljait növelni, amíg akkor a potenciál különbség nem keletkezik, ami már a vízbomlási feszültségének felel meg. Hát nézhetünk ilyen egyszerű játékokat rögtön, bocsánat, visszamegyek, lesz egy mondani való. Az egyik lehetőség az, hogy a nátrium elektronjai, azok elég magas szinten vannak, a delokalizált elektronok elég magas energiaszinten vannak ahhoz, hogy önként tudnak rálépni a víznek valahol
vagy ha mondjuk azt mondanánk, hogy vízmolekula, akkor a vízmolekulának egy lazító pályájára, ami következtében az egy negatív töltéssel rendelkező instabil vagy átrendeződésre váló részecske hidroxidion és hidrogénatom formájában stabilizálódik, ami természetesen sztoimetrikusan hidrogén fejlődéshez vezet. Kis darab nátriumot teszek vízbe, és a fenolftalén abban a pillanatban érzékelteti a rugos kémhatást, a hidroxidionok megjelenését, és most szerencsére nem ragad ki a golyócska, tökéletesen próbálja érzékeltetni azt, hogy a fejlődő hidrogéngáz lögdösi a parányi megolvadt nátrium golyócskát, és így gyakorlatilag a hidrogén fejlődést is érzékeljük. Hát ha véletlenül kiragad, akkor még elképzelhető az is, hogy apró lángocska jelenik meg, de most egyelőre nagyon jól viselkedik, és amíg nagyon jól viselkedik, addig csak a mozgást lehet érzékelni. Tehát, ha van olyan fém, ami rá tudja kényszeríteni az elektronját a vízre, akkor gyakorlat hidrogénfejlődés közben elreagál, és rugos közeg keletkezik. Közben itt még szénmonoxid fejlődés van, ezt meggyűjtenem újra. És ugyanezt a játékot természetesen el tudjuk végezni úgy is, hogy elektrolizálunk, és az elektrolízishez két platina elektródunk van, és gyakorlatilag nátrium-szulfát oldatot elektrolizálunk. Most a nátrium-szulfát elektrolizálásához nem akarom hosszan vinni, tehát most nem az a cél, hogy azt lássuk, hogy mennyi hidrogén, mennyi oxigén, mennyi töltésvándorlás történik, hanem igyekeztem belopni indikátorokat a két csőbe, és talán egész jól látszódik majd az elszíneződés, hogy az egyik oldat és a másik oldat annakszerűen a savas, illetve a lugos kémhatást, a pólusok, a savas és a lugos kémhatást próbálják érzékeltetni. Én azt hiszem, hogy ez pont elegendő jól látszik, leválasztom, és ha valakit érdekelne véletlenül, mert nem látott még ilyet, az megnézheti. A lényeg viszont az, hogy éppen a fölkészülés során találkoztam egy nagyon aranyos cikkel, pontosabban árusítási lehetőséggel, tessék felesleni megnézni, ionizált lúgos vizet lehet vásárolni, zseniális. Hát tessék felesleni végig gondolni önmagába, az, hogy lúgos kicsit túlzás, mert lehet az élő szervezet számára lehet lehetőleg az enyhén lúgos kifejezés lenne a célszerű, tehát az, hogy lúgos, az egyértelműen nagyon nagy butaság. Azt meg, hogy ionizált, kérdés, hogy mit értenek ionizáltan? Hát a szerző természetesen ezt értette ionizáláson, hogy elektrolízisnek vetik alá, és a két pólust szétválasztva a lúgos kémhatású vizet árusítja, és azt mondja, hogy ionizált víz. Na most azért talán mindenki sejti, aki itt ül, hogy azért a hidroxidion mellett egészen biztos, hogy van kation, és a másik oldalon egészen biztos, hogy a töltések ugyanúgy kiegyenlítődnek. Tehát ionizált víznek lehetne tekinteni a konyhasó oldatot is, meg ionizált víznek lehetne tekinteni a trisó oldatát is, hiszen úgy ionok vannak benne, mint a közreadott különböző pólusokat tartalmazónál. Na most egy darabig úgy tűnt, hogy ez a cikk ez egészen tudományos akar lenni, tessék szeresni meggondolni, nem ez, először. Mert itt próbálja mondani, hogy hidroxóm ionokból hidrogéngáz keletkezik, amely molekuláknak egy oxigénje és három hidrogén atomja van. Itt már egy picit baj van, mert az oxonumi ion az nem molekula, de nem akarok itt most tanítani. Aztán a következő nagyon aranyos mondat az volt, hogy a lugos oldalban oxigén csak egy hidrogén köt meg, marad egy szabad töltése, ami lehetővé teszi, hogy a szabad gyököket, töltés hiányosokat megkösse, és a szabad gyökök kémiai reakció képességét lelassítsa, sőt neutralizálja. Zseniális megfogalmazások. Aztán ott van az, hogy a vízben lévő ásványanyagok elektrolízis sor folyamán extra töltést kapnak, és ezeket az ionokat a lemezeket elválasztó membrán választja szét. Nem maguktól válnak szét, hanem a membrán választja szét. Úgy gondoltam, hogy ez volt a végső döfés, ami számomra azt jelentette, hogy ez egy rendkívül értékes tudományos megnyilatkozás, mert
Ha elsavasodunk, akkor tessék meggondolni, akkor a sejtény baktériumokká és gombává alakulnak át, és ettől a pillanattól kezdve elindul, bocsánat, így volt leírva a rothadási folyamatunk. Szóval azt szeretném ezzel értékeltetni egy picit, hogy ami interneten jelenleg előfordulhat, az elképesztő milyen dolgok, és hogyha egy pillanatra visszamegyek ide, mert telefonszámtól kezdve minden van, tessék szépen megnézni, hogy ingyenes háztosztállítás 15 ezer forint felett. Hány liter vizet kell vajon venni 15 ezer forintért, aki azt akar venni? Na bocsánat, nem akartam én ezzel nagyon a társaságot rosszantani, de úgy gondoltam, hogy ez egy olyan égköve jelenleg az internetes és mindenféle tudományos megnyilatkozásoknak, amit nem lehetett nem ismertetni. És akkor azt mondhatnánk, hogy az előzőekben láthattuk, hogy itt a nátrium szobahőmérsékletre tudja a vízmolekulára rákényszeríteni az elektronjait. Hát nézzünk meg ettől egy izgalmasabb záróreakciót. A vas nem ennyire pozitív fém, vagy nem ennyire negatív elektródpotenciálú, nem tudom, hogy melyiket, nem ilyen jellemerősségű, bármelyiket szót használhatjuk talán, mindenki érti, hogy miről van szó. De érdekes módon olvadék formában hajlandó az elektronjait a vízre kényszeríteni, ahhoz viszont természetesen olvadékként kell előállítani. Hát mindenki sejti, hogy ez a kémikusok számára termitreakciót jelenti, és a termitreakció segítségével előállítjuk a megolvadt vasat, és ha szerencsénk van, és a víz lecsöpög, bocsánat, a megolvadt vas lecsöpög a vízbe, akkor lángocskát lehet látni, ami a vízbontást próbálja érzékeltetni. Először is a magnézium gyújtószalag begyújtja a gyújtókeveréket, és a gyújtókeverék begyújtja az egészet, és ott egy rövid ideig, még talán lángocska is volt, utána már csak természetesen a vörös izzás jelenik meg, a hőmérsékleti sugárzás, és azt lehet mondani, hogy a víz minden szempontból az egyik legizgalmasabb anyag. Köszönöm szépen a figyelmet!